Az allergia a szervezet válaszreakciója a testbe került allergén anyagokra, amelyek lehetnek például a virágok pollenjei. Most a platán, a tölgy, a pázsitfűfélék és az eperfafélék okozhatnak allergiás tüneteket. Ez egy genetikai hajlamú megbetegedés, ami vagy 5 éves korban, vagy 50 éves korban, vagy 30 éves korban alakul ki, akkor, ha a külső tényező ennek megfelelő táptalajt ad. Tehát, hogyha mondjuk hajlamosak vagyunk például állati szőrallergiára, de nem tartunk állatot a környezetünkben, akkor nem valószínű, hogy kifejlődik ez a betegség. De ha bombázzuk a szervezetünket kisállatok, szőrös kisállatok tartásával, akkor kialakulhat. Az allergológiai szakrendelésen gyorsan, egyszerűen lehet elvégeztetni az allergiatesztet, az alkalra viszik fel a leggyakoribb allergéneket, azokat egy vékony kis fém eszközzel a bőrbe juttatják, majd a bőrreakció hevességét figyelik, ebből tudható meg, hogy ki, mire és mennyire allergiás. Mindig diagnosztizálni kell a betegséget, amikor tudjuk, hogy mire vagyunk allergiásak. A legjobb dolog az, hogyha elkerüljük a kiváltó ágens, tehát a kiváltó okot, amire allergiásan reagálunk. Természetesen pollen esetében, pollen allergia esetében ez nem megoldható. Mint említettem, állati szőrallergia, gombaspóra allergia esetén, akkor ezeket a kiváltó ágenseket el kell, hogy távolítsuk a környezetünkből, és akkor nem leszünk betegek. Pollenallergia esetén viszont hát a klasszikus gyógykezelés, ugye orvosi rendelőkben elsősorban ez jön szóba, azonban mindig életmódbeli tanácsokkal is ellátjuk a betegeket, hogy ne menjenek a szabadba, ha ismert pollenallergiájuk van, ne tegyék ki az ágyneműt, mossanak hajat, mossák meg a férfiak a szakállt, a bajuszt, ugyanis erre a szőrzeteken napközben megtelepszenek a pollenek, és éjszaka ez irritációt okozhat. Az egyik legelterjedtebb és legtöbb embernél allergiás reakciókat kiváltó növény a parlagfű, de az jóval később július-augusztus környékén kezd majd virágozni, akkor okozhatja majd a legsúlyosabb tüneteket.